A győri bazilika rejti a Por Vilmos püspök síremlékét, aki 1945. április 2-án, húsvét nagypéntekén áldozta fel életét a magyar emberekért. Amikor a háború elérte Győr városát, mindenkit befogadott, így sok százan leltek menedéket a püspöki palotában. A szovjet katonák azonban betörtek az épületbe és kioltották a Por Vilmos életét. A mennyezetbe fúródó golyónyomok még ma is hordozzák e barbár tett, szörnyű emlékét. A Por Vilmos lelki bátorsága, krisztusi jósága már életében megmutatkozott. Nem tudott úgy elmenni egy koldus előtt, hogy ne segített volna rajta, cipőit pedig rendszeresen odaajándékozta a szegényeknek. Lelkiségében, bár a főrű családból származott, nagyon benne volt az adakozás és a krisztusi cselekedet. Maga a halála is azt gondolom, hogy ebből nőtt ki. Tehát amikor ő bújtatta az asszonyokat, gyermekeket itt lent a pincében, egyrészt meg akart őket óvni a háború viszontagságaitól, másrészt pedig, amikor konkrétan jöttek az orosz katonák, hogy asszonyokat vigyenek el, úgymond krumplit hámozni, nyilván más céljuk volt velük, akkor ő erélyesen kiállt mellettük, tudva levőleg ő egy erős székely ember volt, viszonylag magas, és szó szerint kipenderítette az orosz katonákat. Itt ezen a helyen történt ez az esemény, ahol most éppen tartózkodunk. Tehát a katonák később visszajöttek, valószínűleg már ittassan, és ismét asszonyokat akartak elvinni, és a Por Vilmos hasonlóan cselekedett, mint korábban, ekkor érte őt több lövés, amikor hát összeesett, és hát még 3 napig élt, tulajdonképpen húsvét hajnalán halt, úgymond vértanú halált. Lelkiségére jellemző volt, hogy halálos ágyán nem csupán a magyarokért és híveiért, hanem az ellenségeiért is imádkozott. Azokért a szovjet katonákért, akik lelőtték őt. 1997. november 9-én, mintegy 4000 magyar zarándok jelenlétében, a római Szent Péter bazilika előtti téren avatta boldoggá II. János Pál pápa a vértanú püspököt. 2004-ben egy állandó kiállítás megnyitásával tisztelgett Győr városa a mártír halált halt a Por Vilmos előtt. A bazilika szomszédságában található püspöki palota pincéjében személyes tárgyai, életének fontos dokumentumai mellett a vértanúságához kapcsolódó erekjék segítenek megidézni annak az embernek a nemes cselekedeteit és tragikus halálát, aki áldozatot tudott hozni a meggyőződéséért. A kiállítás létrehozása kapcsán megkerestünk szemtanúkat, akik itt voltak, jelen voltak. Egyrészt a püspökvár kazamata rendszerében, mikor ez történt, amit a Por Vilmos véghez vitt, és hát nagyon megrendültek voltak a szemtanúk, tehát az interjúk alatt, amikor készítettük a felvételeket, rendkívüli hatás. Tehát azt lehet mondani, hogy eltelt közben 50-60 év, és olyan mély nyomot hagyott az ő tanúsága a szemtanúkban, hogy az megrendítő tényleg a ma emberének is. De én azt gondolom, hogy tényleg aki ide bejön, végigsétál a kiállításon, és a vértanúság termében majd átmegy a sírhelyhez is, mindenképp megrendültség. Egyrészt az, hogy ő az életét adta, amilyen módon az életét adta, ahogyan meghalt, végül is azok a szavak, amiket említettem is, hogy az ellenségeiért is imádkozott, azt gondolom, hogy mindannyiunk számára egy ilyen, ha nem is annyira vérzivataros időben, mindenképp példamutató.